Az előválasztás sikerélményt jelentett az ellenzéki választóknak, és megmutatta, a fővárosban létezik egy elkötelezett ellenzéki réteg. Egyebek mellett ez olvasható a Republikon Intézet elemzésében, amely arra is rávilágít, az optimizmus ősszel is jó eséllyel vezeti a kormánykritikus polgárokat az urnákhoz. Az elemzés szerint az ellenzéki szavazók mellett Karácsony Gergely a legnagyobb nyertes az előválasztásnak. Az MSZP párbeszéd jelöltje már két csatán van túl. Ez pedig erősebb legitimációt és szilárdabb pozíciót jelent a politikusnak, mintha pártpaktumok döntöttek volna az indulásáról. Az előválasztás okozta optimizmusnak csak az árthat, emeli ki az intézet, ha az ellenzék nem képes megegyezni az indulókról az őszi önkormányzati választás előtt. Mikesz Dániel politológus a stúdióban, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A kettő előválasztás között mekkora különbség volt részvételben? Hát körülbelül 34 ezeren mentek el az első fordulóba, és 68-an a másodikba. Tehát 65 ember hiány egyébként, kétszer akkora volt a részvétel. Megduplázták. Ahhoz képest, hogy úton útfélen az ellenzék ugye arról beszélt, hogy ez egy milyen fantasztikus újítás a politika történelemben, elégedettek lehetnek ezzel a közel 70 ezeres létszámmal? Azt gondolom, hogy igen. Ha összehasonlítjuk például a 2017-es francia baloldali előválasztásot, ugye a baloldali szimpatizánsok, pártagok vehettek részt az előválasztáson. Ott olyan 4,2%-os volt a részvétel, itt a második fordulóban 5,2%-os az összes fővárosi választóhoz mérten. De ha összehasonlítjuk az EP mostani választások részvételével, illetve eredményével, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül az ellenzéki szavazók ötödét el tudták vinni az ellenzéki pártok az előválasztásra. És hogyha az ellenzéki szavazók egy ötödét el tudták vinni erre az előválasztásra, akkor ők már pezsgőt bonthatnak? Hát azt mutatja ez az adat, hogy azért van egy olyan ellenzéki mag, aki veszi a fáradtságot, elkötelezett és elmegy az előválasztásra. Erre már lehet építeni. Ugye itt most nagyon fontos az ellenzéknek az, hogy feltornázza a részvételt, az, hogy tudja mozgósítani a saját szavazóit, és ez a mag, ez lehet az alapja egy ilyen magasabb részvételnek. Összességében kit rázott fel az előválasztás jobban? A magukat, a jelölteket és a jelöltekhez kapcsolódó pártokat, vagy pedig magukat, a szavazókat, az ellenzéki szavazókat? Jó kérdés. Egyrészt az ellenzéki szavazókat, hiszen láttuk azt, hogy mekkora volt ez a részvétel. Ugye sokkal nehezebb volt részt venni az előválasztáson, mint mondjuk az EP választáson, kevesebb helyszínen lehetett leadni a szavazatokat. Tehát ilyen szempontból ez nagy szó, ez az, hogy az ötödét el tudták vinni. Ugyanakkor az nem egy napig tartott, mint ugye az EP választás, hanem sok napon keresztül. Pontosan. Másik szempontból viszont az ellenzéki pártok szempontjából az a fontos, hogy például a DK és a Momentum meg tudta őrizni azért. Tehát az erőhelyzetét, ami kialakult Budapesten, ezt a fölényét ezt tudta stabilizálni. Ugyanakkor az MSZP párbeszéd szempontjából pedig az a fontos, hogy az ő jelöltjük nyert, tehát ők meg a rossz EP szereplést tudták ezzel kompenzálni, azzal, hogy Karácsony Gergely lett a befutó. Önök szerint, vagy a felmérés mutatja ezt, hogy sikerült-e megnyugtatni az ellenzéki szavazókat? Mire gondolok? Ugye az előző választások apropóján ugye számtalan kutatás kimutatta azt, hogy az a fejetlenség, az, hogy ők mindig az összefogásról beszéltek, aztán a végén saját magukat robbantották szét és föl, tehát messze nem született meg az elő, vagy az összefogás. Ez most megnyugtathatja-e, hogy tényleg most akkor úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely az egyetlen főpolgármester jelölt, és ez mindenkinek alkalmazkodnia kell ehhez? Hát azt mutatja, hogy létezik egy stratégia az ellenzékben, hogy például múlt hét pénteken Karácsony Gergely jelentette be azt, hogy hol született szinte mindenhol megegyezés az ellenzéken belül, hogy közös jelöltet, polgármester jelöltet állítanak a kerületekben. Tehát ez mutatja, hogy felsorakozott mögötte az ellenzék, ráadásul azok a pártok is, akik nem jelöltek, vagy nem indultak az előválasztáson, így az LMP és a Jobbik is. Ez mutatja egyrészt Karácsony Gergelynek a stabilitását, másrészt azért pontosan szembe menne azzal, amit vállalt az ellenzék, az, hogy a saját szavazóikra hallgatnak akkor, hogyha kilöknék Karácsonyt, mint jelöltet. Nyilván ez egy óriási hiba lenne, és nem gondolom, hogy lenne valamilyen fajta mozgás az ellenzéken belül. Ugye a DK-ról azt mondják, hogy egy folyamatosan erősödő pártról van szó. Azt láthatjuk is, hogy retorikában, kommunikációban, minthogyha ilyen taktikát váltottak volna, de ez jelenthetné azt, hogy egy újabb fordulatra lehet számítani. Tehát minden, amit ők most mondanak, hogy szépen, nyugodtan, csendesen fogják majd támogatni és segíteni annak az embernek a munkáját, akit Karácsony Gergelynek hívnak, ez csak egy ilyen átmeneti állapot, vagy akkor tényleg ehhez fognak vajon alkalmazkodni?
Hát a DK esetében ugye, ami most körvonalazódik, hogy azért ők lettek vagy a domináns párt a bal oldalon, tehát ugye az MSZP meg a DK között folyt egy dominanciaharc már régóta. Karácsony Gergely az MSZP jelöltje. Én azt gondolom, hogy a választók számára a személy fontos, tehát nem elsősorban a pártra szavaztak, amikor Karácsony Gergelyre szavaztak, hanem azt gondolták, hogy ő lehet egy olyan jelölt, aki fel tudja venni a versenyt Talós Istvánnal szemben. Ugyanakkor karácsony keresztül az MSZP még egyszer tudja magát stabilizálni, főleg akkor nyilvánvalóan, hogyha főpolgármesteri választják. Stabilizálni? Tehát ez a helyzetét, a legjobb kifejezés. Hát olyan szempontból, hogy hogy a szervezeti erőforrásait nem veszti el, nem mennek át az aktivisták, a politikusok, a helyi politikusok a DK-hoz. Tehát ilyen szempontból, hogyha karácsony nyer, akkor az MSZP tovább tud létezni, illetve csökkenti, vagy kevésbé fog lebomlani a maga a párt, mint szervezet a DK javára. Valószínűleg, hogy a nyár nem a legbitang erősebb időszak arra, hogy különböző intézetek felméréseket végezzenek, de azért, ahogy majd belelépünk az augusztusba, és belelépünk majd a szeptemberi hónapba, mit kell csinálniuk az ellenzéki pártoknak, és mit kell tenniük majd a szavazópolgároknak? Hát ami a legfontosabb lehet, ez talán ennek az aktivitásnak a fenntartása. Tehát nem csak a 70 ezer emberről beszélhetünk, hanem nagyon sok önkéntes vett részt az előválasztás működni fog majd Magyarországon. Bocsánat, hogy a szavába vágok, amit Karácsony Gergely mindjárt az előválasztás követően említett, hogy ugye ajtóról ajtóra fognak járni önkéntesekkel együtt. Hát ez akkor működhet, hogyha nem csak, hogy a már korábban ugye az AHANG civil szervezeten keresztül például elköteleződött sok ember, hogy részt vegyen az előválasztás lebonyításában, mint független aktivista, de az is nagyon fontos, hogy az ellenzéki pártok, itt például mondjuk a DK beálljon Karácsony Gergely mögé, nem csak szavakkal, hanem szervezeti erőforrásokkal, aktivistákkal, akik el tudják végezni ezt az ajtóról ajtóra kopogtató kampányt. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltálunk, legközelebb innen folytatjuk akkor. Köszönöm. Én köszönöm, viszont.